picit megváltoztattuk a helyszínt, hiszen eddig Juhász Judittal, a torna szakosztály vezetőjével, vezetőedzőjével bent a stúdióban beszélgettünk, és most kilátogattunk, mondhatom, a felújított tornacsarnokban, hiszen el kell mondanom azt, hogy néhány hónappal ezelőtt, fél évvel ezelőtt, amikor itt voltam, hát azt gondoltam, hogy ebbe a csarnokba talán nem szívesen hoznám le a gyerekemet. Most pedig ámulok, bámulok, tisztaság, rend, gyönyörűség, rengeteg gyerek. Mi történt az elmúlt időben, Judit? Szeretettel köszöntöm az UKK TV nézőit, és nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek megnézni ezt a gyönyörűen újjávarázsolt csarnokot. 2015-ben már szó volt róla, hogy a csarnok felújításra kerül, de aztán ez elhúzódott egészen 2016 februárjában kezdtünk átpakolni, és mint említettem a múltkor, hogy az atlétáktól kaptunk lehetőséget, hogy a futófolyoson tudtunk majdnem 8 hónapig, 9 hónapig edzeni. Hál' Istennek ezt most vissza tudtuk adni nekik, a segítséget, ugyanis a futófolyosót is most újították föl, és amíg ezekben a nagy hidegekben szegény atléták kiszorultak a hidegbe, úgyhogy beengedtük ide őket a tornacsarnokba, és hát nagyon jó barátság alakult ki a két szakosztály között, és most mind a kettő, tehát mind a tornacsarnok, mind az atlétikai futófolyosó nagyon-nagyon jó lehetőséget nyújt az érdeklődő gyerekek számára. Ugye nem csak a festés látszik, hogy ki van festve minden, de gondolom vannak olyan felújítási munkálatok, amit szemmel nem lehet látni, de érzékelni lehet. Gondolok itt a tetőre, a fűtésre, és sorolhatnám még. Igen, hát ez egy elég nagy projekt volt. Először is a tornacsarnoknak a világítása az borzalmas volt, tehát olyan szintű, hogy már napi fejfájással ébredtünk mi is, a gyerekek is. Nagyon sokat harcoltunk ezért, és az egyesület vezetése maximálisan mellettünk állt, hogy igen, ez nem maradhat így tovább. Tehát teljes világításcsere lett, azon kívül megcsinálták a tesztőszigetelést. Hát ez borzalmas volt, mert már szivacsgödörázott egyéb. Ki lett cserélve a jobb oldalon a kopolit üveg, mert az üveg darabkák már így pattogtak szét, tehát ez már nagyon régi, tulajdonképpen 1978-ban, 80-ban építették talán, tehát azért ez nagyon régi létesítmény, és ami még nagyon fontos, hogy teljesen új lett a szivacsgödörbe, kicseréltük a 28 évvel ezelőtti szivacsot, és hát tudod, mindig a szivacsgödör az a gyerekeknek az álma, és nekem is van egy álmom, iszonyatos jó lett volna, hogyha mikor ezt a csarnokot felújítják, de még van is lehetőség rá, hogy a szemben van egy ilyen kopolit üveg, és milyen nagyszerű dolog lenne, hogyha az öltözőkből egy ilyen csúsztán lehetne bejönni a szivacsgödörbe. Na, félretéve a viccet, tehát ez volt a nagyon nagy, azon kívül még megcsináltak a parkettát, tehát teljesen új parkettázat van. Ez, ami belefért a keretbe, ugye hát nyilvánvaló, hogy látod itt, hogy sok a lila, a fehér szín, tehát ez mind az Egyesület segítségével, illetve a Torna Szövetség közösen tett azért, hogy itt az újpesti gyerekek, és nem csak az újpesti gyerekek, hanem nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, mert ugye a külső agglomeráció, Dunakeszi, Fót, Göd, Sződ, egyéb ezek a területek, sőt a Dunának a másik részéről is nagyon sok gyerekünk jön, járnak Piliscsabáról, Szentendréről, tehát nagyon jó Pomázról, Budakalászról, és ezt ki is szeretnénk terjeszteni, mert az óvodákkal, iskolákkal alakítjuk tovább a kapcsolatot, mert most már úgy gondolom, hogy ebbe a terembe bárki örömmel bejöhet. Ahogyan ismerlek téged, ez a csúszda, ez előbb-utóbb létrejön, én biztos vagyok benne, hogy ki fogod azt járni. Persze nem viccelek, én ezt nagyon komolyan gondoltam. Viszont azt látom, hogy tengernyi gyerek van itt a szakosztályban. Ugye most bátran kijelenthetjük azt, hogy alulról kezdtetek el építkezni, és mondhatjuk azt, hogy igazi utánpótlás neveléssel foglalkoztok. Igen, most, hogy megvannak azok a lehetőségek, hogy most már a szerek is felújításra kerültek, ugye a kisegítő létesítmények is a főépületben olyanok, az öltözők, a WC-k, egyéb a zuhanyzó, minden, tehát olyan szintű, hogy szívesen hozza a szülő ide a gyerekét, és ugye a tornateremben is, hogyha benéz, akkor nem azt látja, hogy rohadó parketta, csöpögő plafon és egyéb, látja ezeket a gyönyörű modern szereket, tehát most már nyugodtan mondhatom azt, hogy én
nagyszülőként is nagyon szívesen hozom ide a gyerekeimet, és nyugodtan tudom tanácsolni a kedves szülőknek, hogy hozzák a gyerekeket. Élnek is vele, teszünk is érte szervezési lépéseket, és azt gondolom, hogy most már megtehetjük azt, hogy különböző csoportokat alakítunk ki. Tehát idáig azért rá voltunk kényszerítve arra, hogy létszámmal foglalkozzunk. Most a létszám mellett már elkezdtünk minőséget alkotni, és a minőségnél ugye ki kell választani azokat a gyerekeket, akik alkatilag, fizikálisan, mentálisan alkalmasak arra, és olyan szülői háttérrel rendelkeznek, akik végig fogják tudni csinálni ezt a rögös utat, ami a torna sportban tulajdonképpen a sikerekhez. Ez egy gyönyörű sport, megy. De iszonyatosan munkás, és mondjuk el, nem veszélytelen. Tehát azt nem lehet mondani egy gyereknek, hogy ott van a korlát, a nyújtó, vagy teljesen mindegy, melyik szer, hogy akkor kezdjél el dolgozni. Én azt gondolom, hogy ehhez partnereket kellett találnod, edzőket kellett szerződtetned, hogy minden gyerek mellé jusson szakember. Hány edző segíti a munkádat, és ugye azt fogod mondani, hogy minőségi munkát végeznek. Egy picit én visszatérnek itt arra, hogy mondod, hogy nem veszélytelen ez a sportág. Semmivel sem veszélyesebb, mint más sporták, hogyha megfelelő módon megalapozzák a gyerekeket, és olyan, tehát a gyerekeket a képességeinek megfelelően foglalkoztatják, és pontosan ezért alakítottunk ki különböző csoportokat. Tehát vannak olyan csoportok, aki az egészségmegőrzésre megyünk, a mozgásigény kielégítésére, vannak olyan csoportok, ahol nagyon szeretnek tornázni a gyerekek, de esetleg később kezdtek el tornázni, már nem érdemes nekik annyit belefektetni, őket másodosztályú szinten versenyeztetjük, de ugyanolyan lehetőséget kapnak, mint azok, akiktől későbbi eredményeket várunk el, és ezért úgy alakítottuk az edzői garnitúrát is, hogy legyen egy olyan edzői mag, aki a későbbiek során főállásba csinálja ezt a munkát, ugyanis ez több annál, ez a tornasporttal való foglalkozás szerintem több annál, mint egy munkakör, ez egy hivatás, itt együtt kell élni a gyerekkel, együtt kell megélni a sikert, együtt kell megélni a kudarcot, át kell lépni rajta, és olyan embereket sikerült találnunk, akik ugyan még fiatalok és tapasztalatlanok, de nagyon-nagyon érdeklődnek a tornasport iránt, elfogadják a mi 40 éves szakmai tanácsunkat. Mi magunk a férjemmel is azon vagyunk, hogy egyre többet foglalkozzunk azokkal a modern edzésmódszerekkel és lehetőségekkel, amik a mai tornában segítik a fejlődést. Úgyhogy nagyon kialakult egy nagyon jó edzői közösség. Jelen pillanatban 10-11-en vagyunk, ebből összesen 4 fő foglalkozásban van, akinek csak ez a foglalkozása, a később a többiek pedig még mellette iskolába tanítanak, de úgy gondolom, hogy lesz, amikor már megfelelő gyerekanyag van, akkor szeretnénk kialakítani, visszatérni arra a rendszerre, mint ami régen volt, hogy egy ilyen sportosztályos rendszerre, és akkor a képzett edzők azok a kiemelt versenyzőkkel tudnak foglalkozni, és tudnak tanácsot adni azoknak az edzőknek, akik a közvetlen utánpótlással foglalkoznak, tehát akár a mini tornával, akár a sportági előkészítő tornával, akár a 4 évesek tornájával. Tehát onnan úgy kerülnek majd föl a gyerekek, hogy ezek az edzők, akiknek más a fő foglalkozásuk, de imádják a tornasportot, szeretik a gyerekeket, azok olyan alapokat adjanak a gyerekeknek, hogy be tudjanak kapcsolódni a munkába, és ehhez, bocsáss meg, ehhez még szeretnénk mindenképpen igénybe venni az iskolai rendszert, és a Bene Ferenc általános iskolával is nagyon jó kapcsolatot ápolunk, a Szigeti József általános iskolával is nagyon jó kapcsolatot ápolunk, és hát szeretnénk a gyerekeket egy helyre tömöríteni. Megelőztél, mert ezt kérdeztem volna, hogy az iskolákba is bejuttok-e, vagy van-e lehetőség arra, hogy különböző iskolában a szakosztály egy-egy csoportja gyökeret verjen. Ezt azért kérdezem, mert arra nagyon kíváncsi lennék, hogy mióta felújították a termet, mióta ilyen gyönyörű, szép, tiszta a terem, azóta jöttek újak? A létszám nőtt, mert ugye pontosan tudjuk azt, hogy milyen a szülő, a nagyszülő, hát olyan helyre viszi szívesen a gyerekét, az unokáját, ahol 21. századbeli
körülmények vannak? Sok új jött. Van szájhagyomány is, van egy nagyon jól működő honlapunk is, ami nagyon sokat segít. Ugye gyerekek hozzák egymást, mi azért figyelünk arra, hogy mindig próbáljunk valami újdonsággal előlépni. Most például első alkalommal csinálunk egy nyitott szabad szombatot, amikor bárki érdeklődő bejöhet, természetesen a teremben lévő szabályoknak megfelelően kipróbálhatja a szert is élőbe, és akkor hát nyilván ez egy ilyen hírharangként az ismerősök körébe elterjed. Tudok itt visszautalni például a Baba Mama tornára, ami jelen pillanatban olyan népszerű, ahol a kedves szülők hozzák a kis 10 hónapostól 2 éves, 2,5 éves korig lévő gyerekeket, és a délelőtt folyamán, amikor kihasználatlan a terem, akkor van erre is lehetőség. Mondhatjuk, hogy 24 órás a terem, tehát ugye igen, működne éjjel-nappal, igen, hogyha igény lenne rá, de beszéljünk a szakosztályról, most nem a amatőrökről, hanem beszéljünk magáról a szakosztályról, a működő szakosztályról. Hány éves kortól várjátok a gyerekeket, azokat a gyerekeket, akiket effektíve már talán be tudtak öltöztetni lilafehérbe? Hát nálunk egy idő után már mindenki lilafehér, mert aki megkapja azt a lehetőséget, hogy bérlettel járhat, annak ugye kötelező az egységes edzésfelszerelés, nagyon jól néznek ki a kis lila cuccokba. Tulajdonképpen az az igazság, hogy bármikor fogadunk szívesen érdeklődőket. A legjobb az, hogyha a gyerekeket általában olyan 4 és 5 év között hozzák el a szülők, akkor próbálják meg, de nagyon jól működik nálunk a minitorna, ez a 3 éves. Fogékonyak a gyerekek már 3-4-5 éves korba ahhoz, hogy a saját testükkel dolgozzanak? Természetesen, hát a felvételekkel látszik, hogy a 3 évesek a legkisebbek ugyanolyan dolgokat csinálnak, mint a 4 és fél évesek a gerendán. Nézd, nyilván minden foglalkozásfajtához meg kell találni az ember. Ezt a minitornát én annak idején kényszerűségből csináltam, magyarul pénzért. Tehát azért, hogy fönn tudjuk tartani a szakosztályt. Akkor 3 évesek szülei jelentkeztek. És aztán nagyon jól kialakult egy rendszer, és mivel általában 3 éves korban a szülő olyan gyereket hoz el, aki alkatilag nagyon-nagyon jó alkatú, azokat én mindig próbálom megtartani, és azokból lesznek aztán később a későbbi csoportok. Jelen pillanatban még nem találtam olyan fiatal kollégát, aki ezt képes lenne megcsinálni. Most van egy nagyon ügyes férfi edző kollega, aki egy ilyen fél órára át tudja venni tőlem ezeket a gyerekeket, akik már egy kicsit úgymond, hogy be vannak idomítva, de én azt mondom, hogy inkább olyan 4,5-5 éves korban érdemes elhozni őket, akkor ugye én nagyon fontosnak tartom, hogy a szülő ne azt mondja, hogy kipróbáljuk, majd meglátjuk, hogy hogy dönt a gyerek, hanem nézze meg a honlapot, nézze meg, hogy milyen munka folyik itt, és adjon egy hosszabb távot arra, hogy ugyanúgy, ahogy a gyerek az óvodába beszokik, egy új iskolai környezetbe beszokik, ugyanúgy ide is beszokjon. Mert bejön ebbe a terembe, Gábor, látod, azért elég nagy, tényleg jó a világítás, de hát el se lát a kisgyerek a terem másik végébe. Úgyhogy nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy a szülők elhozzák őket, aztán jön a hideg idő, a jeges idő, az egyéb, akkor ugye lemaradunk, aztán később visszatérnek majd 12 éves korban, most itt lehetett látni egy olyan csoportot, ahol 13-14 éves gyerekek vannak, akik mind úgy jöttek, annak idején kiválasztottak bennünket az óvodába. Hát őnekik is adunk lehetőséget, de ez már nagyon késő. Tehát én azt mondom, hogy 4,5-6 éves kor között, akkor meg kell próbálni. Hány gyerekkel foglalkoztok? Tudom, a számok azok mindig nehezek, de a szakosztály hány gyereket foglalkoztat? Igazából nem tudom most megmondani, szerintem akik versenyeznek, azt most konkrétan tudom, akik versenyeznek, azok most olyan 60 körüli létszámmal vannak. Ebből van egy fiú társaság, ahol van 2 serdülő válogatott, a Gerencsér Benedek és a Lázár Bence. Van egy leány társaság, akik 8 főből állnak, és ők is serdülő csapatbajnokságon indultak, illetve most már majd tovább lépnek a kadett kategóriába, és utána a következő év folyamokban a gyerek kategóriákba is versenyzünk. Most már az óvodások is versenyeznek ilyen zsebibaba versenyeken, de ezek nem kifejezetten szövetségi versenyek, és hát azok, akik versenyeznek, mondom, körülbelül 60-an vannak, és az előkészítős foglalkozásoknak, meg ezeknek a különböző foglalkozásainknak az összegszáma szerintem van 250 körül van. Az nem kis feladat. Hát
ez néha változik, mert általában januárban kicsit lecsökken, uh-huh. aztán március környékén megint megnövekszik, és akkor hát átlagot tudok mondani. Ugye most utánpótlás nevelésről beszélünk, sok-sok gyerek, sok-sok fiatal versenyzőtök van, felnőtt versenyzőnk is van, egy Berki Krisztián. Igen, jut eszembe, Krisztián volt már itt a teremben, mert tudom, hogy ő máshol készül, ugye a válogatottal, a tornacsarnokban. Mit szólt? Elárulnád? Volt. Legutoljára Krisztián a karácsonyi ünnepségen volt itt, illetve előtte, amikor az új értrakkokat, amik nagyon-nagyon segítik a tornászoknak a fejlődését az akrobatikába és esetleg az ugráson is, meg akár a korlátmunkába is, akkor csináltunk egy felvételt ezekről az értrak eszközökről, és a Krisztián azt mondta, hogy Jutka néni, ide bármikor szívesen jönnék edzeni is. Tehát olyan szintű lett tényleg a terem, hogy neki is egy jó dolog, és próbálgatta is a szereket, és azt mondta, hogy igen, még ő is el tudna ezeken dolgozni. Most csak elgondolkodtam, hogy képzeld el, mi történne akkor, hogyha egy idol, egy olimpiai bajnok, olimpiai és világbajnok 2 hetente, 3 hetente egyszer itt tréningezne a gyerekekkel együtt. Micsoda vonzerő lehetne ez? Ez egészen biztos, hogy így van. Ezt meg is beszéltük Krisztiánnal, meg az edzőjével, Kovács Istvánnal, hogy amennyiben lehetőségük van arra, hogy egy-egy napon, egy lazább edzés során esetleg megoldható az, hogy ide kijöjjenek, ők ezt nagyon szívesen megteszik, hiszen gyerekeknek kell a példakép. És kell a kézzel fogható példakép. Tehát amikor látja azt, hogy igen, őnek is ráncolódik a homloka, őnek is bizony, ő is liheg bizony, és akkor látják azokat a nagy elemeket. Ugye itt a kicsik, itt a mini tornásokra tudok visszautalni, hogy mivel azok előtt vannak nagyobbak, tehát egyből a gyerek az ugye próbálja azt utánozni. Na most a Krisztián is megígérte, hogy mivel van ez a két serdülő válogatott kisfiúcskánk, meg még van egy pár olyan tehetséges kisfiú, akivel ugye érdemes majd a későbbiekben számolni, hogy figyelemmel kísérje az ő munkájukat is, és akár tanácsával is ellátja őket. Tudom, nagy érvágás volt valamikor az elmúlt időben, hogy sokan elhagyták a szakosztályt, de te nem törtél meg, és elkezdtél alulról építkezni, és most már ott tartunk, hogy serdülő válogatott versenyzőtök van. Meddig bírod, Judit, meddig bírod ezt csinálni? Nem tudom. Nem, addig, ameddig azt nem látom, hogy ez a szakosztály ugyanúgy fönnmarad az én munkám nélkül is, mint ahogy annak idején a Bejekné Fürstnektára átadta nekünk ezt a szakosztályt, és azt mondta, hogy csináljátok úgy, hogy olyan legyen, mintha én csinálnám. Mi megpróbáltuk, ugyan közben jöttek különböző dolgok, ami miatt ugye azért nem lehetett úgy csinálni, de én azt gondolom, hogy egy 4-5 éven belül kinevelődik egy olyan edzői garnitúra, akik szintén ezt az egészet az életük részévé tartják, vagy részének tartják, és úgy jönnek ide be ebbe a tornaterembe, mint az otthonukba. Olyan érdekes, nem is olyan régen beszéltem Petrányi Imrével, a Selgány szakosztály vezetőjével, igazgatójával, és azt mondta, hogy látod, Gábor, már most kezd beérni az a több éves munka, amikor a kis töpörtjükkel elkezdtünk foglalkozni, és most már ifiben és juniorban is több ranglista vezető versenyzőjük van. Hát azt hiszem, hogy itt a példa előttetek is, és ez nem lehetetlen dolog, hogyha van egy Juhász Judit, és vannak kollégák, és vannak jól képzett edzők, hogy valóban 2-3 éven belül ez egy olyan erős szakosztály legyen, hogy mindenki csak csettintene, hogy ez Magyarország egyik legjobb utánpótlás nevelő szakosztálya. Nézd, Gábor, én biztos vagyok benne, hogy nem csak az én személyem az, aki ennek a szakosztálynak a fönntartásában nagy szerepet vállalt. Minden edző, aki itt dolgozott a maga részéről, még akkor is, hogyha esetleg már nem itt dolgozik, elment máshova, a maga részéről akkor is hozzátett a szakosztálynak a munkájához. És mindenkinek csak megköszönni tudom, aki
itt megfordult a szakosztályba, és mindenkinek, aki esetleg máshol folytatja tovább edzői pályafutását, csak további sikert reket kívánok azoknak a gyerekeknek is, akik elmentek tőlünk más egyesületbe. Nyilvánvaló, hogy ez egy kellemetlen helyzet volt, mert az már fölépítettünk egy olyan rendszert, amit most egy kicsit fel kellett gyorsítani, hogy a következő utánpótlás korosztályt azt egy kicsit meg kellett gyorsítani, hogy betöltsük azt az űrt, de én úgy gondolom, hogy egy olyan, ha ez az iskolás rendszerbe indul, és ezt meg tudjuk valósítani a szülőkkel, akkor egy 4-5 éven belül itt igen erős, komoly munka folyik, és olyan megalapozott munka, amire majd építhetnek a válogatottba. Akkor nem is kérdezem meg, hogy mire számít az. Inkább beszéljük meg azt, hogy legalább még 4-5 évet adsz magadnak, hogy irányítsd ezt a szakosztályt. Napi szinten itt dolgozz a gyerekekkel, de azért egy kérdésem van, egyetlen egy. Az eljövendőkbe mire vágysz? Arra, hogy minél több gyerek szeresse meg a tornasportágat, arra, hogy azok az edzők, akik itt dolgoznak, azok megtalálják a számításukat, és legalább annyi örömük legyen az edzői munkában, mint amennyi nekem volt az életem során. És én lassan úgy szeretnék egy picit háttérből vonulni. Nem azt mondom, hogy nem dolgozni, meg nem irányítani, inkább tapasztalatokat átadni, és segíteni az edzőket, akár szakmailag, akár szervezési kérdésekbe. Tehát nekem volt szerencsém megismerkedni a gumiasztal révén egy ukrán házaspárral, akik akkor 2009-ben 74-75 évesek voltak, és tőlük megtanultam én a gumiasztalozás alapjait, és ők mondták azt, hogy ahhoz, hogy értékelni tud a jót, vagy jót tud csinálni, ahhoz meg kell tapasztalni a rosszat. Na most minél kevesebb rosszat tapasztalnak meg az edzők és a tanítványok, annál gyorsabban fognak haladni. Tehát én azt gondolom, hogy hagyom azt, hogy az edzők próbáljanak saját maguk is dolgozni. Próbáljanak saját maguk is elintézni valamit. De ott vagyok a háttérben, és hogyha szükséges, akkor segítek. És szerintem ezzel tudom majd a későbbiek során a legtöbbet hozzátenni a szakosztály munkájához, hogy egy olyan határozott ember kerüljön a szakosztály élére, aki tudja képviselni a szakosztályt, az egyesület fele, a szülők fele, a szövetség fele, és tudja menedzselni is a szakosztályt, mert azt hiszem, hogy a későbbiek során ez is nagyon fontos lesz, mert abban a pillanatban, amikor ezek az utánpótláskorú gyerekek, tehát serdülőkorú gyerekek már följebb lépnek, akkor bizony ott nagyon sok pénzre lesz szükség ahhoz, hogy azt tudják kihozni magukból, ami bennük van. Én azt gondolom, így a végén összefoglalva, itt rád nagyon nagy szükség van még, nagyon-nagyon hosszú ideig, de azt viszont nem gondolom, hanem tudom, hogy ez a szakosztály Juhász Judit nélkül is működik majd, akkor, amikor te ülsz egy fotelbe a hátratett kézzel, mosolyogva, és látod, hogy mennyi gyerkőz bukfencel itt, és mennyi gyerkőzből lesz tornász, akár válogatott tornász, akár egy másik Berki Krisztián. Nagyon szeretnék ehhez sok erőt, egészséget és sok munkát kívánni, és hidd el, Judit, nem fog eltelni már egy év vagy két év. Jövünk még és kilátogatunk, és megnézzük a gyerekeket, hogy dolgoznak, és ti hogy dolgoztok. Köszönöm szépen, hogy leültél velem beszélgetni. Én is köszönöm.